Akkor már a mi szekeres gazda hagyományőrző egyesület a Rozália téren 100 évet zászló címmel tartotta meg a komáromi bandériumi zászló centenáriumi ünnepségét, amelyre nem csak a városunkban élő leszármazottak voltak kíváncsiak. E megható rendezvényen nem csak a zászló felszentelésének 100. évfordulójára emlékeztek, hanem bemutatták a magyarországi támogatásból megújult terekét. A jelenlévőket a komáromi szekeres gazda hagyományőrző egyesület elnöke, Farkas Gáspár köszöntötte, aki felidézte a zászlószentelés momentumait. A Rozália templom előtt felállított tábori oltárnál dr. Maier Imre, római katolikus apát plébános csendes misét celebrált. A mise után az apát plébános csendben megszentelte a zászlót. Őt követte Gálfi Géza felsőgelléri református lelkész, és Jánosi Lajos evangélikus esperes, akik szívbe markoló beszédet mondtak, majd utána megáldották a zászlókat. Folytatta Lengyel Ákos az egyesület tagja. A komáromi városi bandérium alakulásának időpontját nem ismerjük. Valószínűleg a szabadkirályi városi cím elnyerése után alakulhatott. Egy harcászati alakulatról beszélünk, tehát a bandériumokat egészen 1809-ig használták háborúba. Nem tudjuk, hogy valóban voltak-e harcban a komáromi banderisták. Azt viszont tudjuk, hogy a 19. században, nyilván az utolsó felkelés után, 1809 után már csak díszelgő eseményekre hívták őket össze, illetve állították ki a bandériumot. 1918-ig hivatalosan a komáromi bandérium képviselte a várost. Legyen szó milléniumi felvonulásról, királykoronázásról, vagy akár Rákóczi Ferenc újratemetéséről. 1918-ig vagy a város zászlóját hordták, vagy nemzeti színű zászlót. 1924-ben Füsi Kálmántól kapott a szekeres gazda bandérium egy önálló zászlót. Valószínűleg jelen volt a gyűléseiken, összejöveteleken, mulatságokon, amik a szervezett mulatságok voltak. Valószínűleg igen, mivel ez a zászló képviselte a szekeres gazdákat 1924-től egészen addig, amíg Komáromban éltek, 1946-ig. Füsi Kálmánnénak a zászlós anya beszédében elhangzott egy mondat, amit nem tudok pontosan idézni, hogy ha már nem vihetik a nemzeti zászlót, akkor legalább maradjon meg a zöld szín, ami a reményt szimbolizálja. A felújított zászlót, amelyet Novák Ágota restaurált, nagy tiszteletű Tóth Mihály nyugalmazott lelkipásztor és Monsignor Kis Róbert püspöki helynök szentelte és áldotta meg. Ez a gazdagon díszített zászló híd a múlt és a jelen közt, amely közepén aratási koszorú, tetején az előrejel szó látható. A szekeres gazda leszármazottak büszkék elődeikre, azok cselekedeteire, amelyek formálták városunkat, vitték jó hírét. Számomra ez egy nagyon, nagyon szép érzés, és elmondhatom azt, hogy a bandérium, a komáromi bandérium tagjai mindig hagyománytisztelő, büszke lokálpatrióták voltak, akik ezzel a zászlóval jelentek meg, és felekezettől, vallástól függetlenül mindenkinek, aki meghívta őket, részt vettek az ünnepségein, megjelentek teljes pompában, amíg lehetett ugye lóháton, és később pedig már csak gyalogosan, de ez minden egyes alkalommal emelte a rendezvénynek a pompáját, és én úgy gondolom, hogy ez a zászlónak ez az üzenete, hogy ezt a lokálpatriotizmust, ezt az összetartást, a nemzeti összetartást nem meg kellene tartani, és ez szimbolizálja, tehát ezért én büszkén állok ez alá a zászló alá. A centenáriumi ünnepség végén Molnárné dr. Tár Izabella nyugalmazott dél-komáromi járási hivatalvezető, a Kecskés László társaság elnöke a szervezet szalagját adományozta a szekeres gazdáknak, amely a megújult zászló rúdját díszíti ezután.